Jóban, láthatjátok, hogy most beszélgetni fogok a videós, amikor tudjuk a videót, beszélni fogok amiről. Ezt hogy is értem beszélni amiről? Ezt én úgy értem, hogy beszélek, hogy hol tartok, meg ilyesmi. Úgyhogy szerintem srácok, indul a menet. Közben ugye Free Fire-ezni fogunk, ami nagyon szükség lesz majd. Srácok, hát akkor induljunk. Kíváncsi leszek arra, hogy hol csináltatok. Én közben beszélni fogok arról, hogy én meddig hol tartok. Azt még ezt szeretem mondani, hogy iratkozzatok fel a csatornára, meg jó, most 9 feliratkozón van, 10 feliratkozón kisorsolok egy viszakkot. Viszakkoz mit is jelent, Brawl Stars, akkor még lesz erről egy videó, mert lehet befejezem a Brawl Stars sorozatot, nem tudom, be fogom lehet fejezni. Megnézzük majd, hogy milyen lesz. Kíváncsi vagyok rá. Ugye én a... És beszélni fogok, hogy milyen klánokban vagyok, meg hogy ilyesmi. Úgyhogy szerintem mehet a mindjárt menet, csak egy kicsit még várunk. Nem vágom ki, majd ezt addig gyorsan még beszélgetünk. És hát most tudjuk azt, hogy 9 ember, hát az nagyon kevés, de azért belegondoltok, 9 emberről beszélünk. Nem 2-ről, nem is 1-ről, nem is 3-ról, nem is 4-ről. 9 emberről beszélünk. Ami elég durva, azért nekem nagyon durva azért, hogy majd, hogyha majd meg lesz a 10 feliratkozó, ugye arra nagyon kíváncsi leszek, meg lesz a 10 feliratkozó, de megpróbáljuk elérni, és srácok, képesek vagyunk rá elérni. Úgyhogy szeretettel várom azokat az embereket, akik még nincsen feliratkozva rám. Én tőlem jöhetek, ahogy akarnak. De srácok, akkor szerintem hát mindjárt betöltődik. Amikor videózok, egy kicsit lassú a telefonom. Esetleg nem tudom, hogy miért, és láthatjátok már, hogy egy picit még akadozik is, és nagyon akadozik. Ó, Isten, de akadozik, jaj, de akadozik. Nektek szerintem igen, most egy fog akadozni, mert ugye én most úgy látom azt a felvételt, hogy ugye, hogy nem akadozik, de ti fogjátok látni. Na, és akkor beszélgessünk a pályafutásom, vagyis hát mi pont pályafutás, na mindegy, hagyjuk. A videó, hogy miért videózok, miért kezdtem el, kitől kezdtem el, miért szerettem a videózást, miért szeretem a Free Fire-t, miért szerettem meg a Brawl Stars-ot, mindent meg fogtok tudni, úgyhogy most én mindjárt elindul a meccs, akkor el fogom nektek mondani. Az első, ugye milyen klán a Brawl Stars, most akkor legyen az, hogy honnan is kezdtem el videózni. Ugye én az egyik haveromtól, aki Draco Malfoy, ő mondta nekem, hogy nem, hogy te is videóznál, mondom, micsoda hülye vagy, én nem is tudok, hogy kell videózni, és megtanított rá. Nagyon-nagyon nehezen tanultam meg tőle egyszer-kétszer így szerkesztéseket csinálni, de már nem szoktam, csak akkor, hogyha van rá időm, mert amikor nincs rá időm, és komolyan srácok, nincs olyan sok időm ezekre a tevékenységekre, de megpróbáljuk majd még több időt is rászánni a videózásra, és én képes vagyok rá arra, hogy erre én képes vagyok, úgyhogy képes is leszek, képes is voltam. Úgyhogy igen, és ő mondta nekem, hogy miért nem kezdek el videózni, mondom, hogy hülye vagy vagy meg. Azt tudom, hogy mi az a videó, jó, azt tudom, hogy mi az a videózás, hülyeséget beszélek, de azt nem tudom, hogy kell például mit kell csinálni, vagy mit kell mondani a videóban, hogy mi. És én elsőnök kezdtem el. Nagyon furi volt tényleg, mondom, hogy be fogom fejezni, volt én még egy csatornám, azt befejeztem. És ezt nem kellett volna, mert az volt 30-40 feliratkozóm, és nem foglalkoztam vele, és annyira nem foglalkoztam vele, hogy a YouTube letörölte. Ugye ez lesz szokott történni, hogyha nem foglalkozom nagyon a csatiddal, akkor csak úgy letörlődik, a YouTube úgy gondolja, hogy e-mailnek, ír neked e-mailbe vagy freemailbe, amilyen az e-mail címed, ír neked, hogy tegy föl easy or in the video,
azt jelenti, hogy tegyél fel új videót, vagy törlődik csatorna. Ezt nem tudtam, hogy ilyen is van. Ugye, hogy ennyire volt, meg mással is foglalkoztam. Nem csak ezzel, hoppá, bocsánat. Ezt inkább átragom, bocsánat, sorry. Fel akartam nem ezt a szart. És igen, és ezért nem volt rá időm a másik csatornámon lenni, de azért az a 40 ember is sok volt. Nekem nagyon. És ez nem találom fegyvert. Na, beszélgessünk még magamról. Én most kezdjünk akkor egy olyannal, ami nagyon onnan kezdődött el a videózás. Aki a legelső játékom is, aki támogatja a videóimat. De ne menj már rá, bassza meg! Aki támogatta mindig a videóimat, és aki mindig ott állt mellettem. Az első ugye a családom volt, és az első között az édesanyám volt. Én vettem rá, hogy jöttem föl rám. És fel is iratkozott, nagyon szépen köszönnek. Úgyhogy ő nélkül nem lett volna semmi. Egyetlen egy feliratkozó sem. De hát nektek is nagyon-nagyon meg szeretném köszönni, mert ti is nagyon... Hát ugye... Igen. Jó. Nézzük a Brawl Stars-ot, és onnan is indult amúgy a játék. És a csatorna a Brawl Stars-ot indult. Én a Brawl Stars-ban nagyon jól teljesítettem, így be is kerültem a világ egyik legjobb klánjába, a Biz Agba, ami nagyon-nagyon jó, és Biz csoportba, ami egyszerűen fantasztikus volt, és srácok, az volt majdnem a legjobb. És ugye a világon, most nem a világon, hanem Magyarországon a legnagyobb klán volt. És én egy döntőben néztem, ugye, mert ugye én nem, ugye engem ott nagyon nem szerettek, és átmentem egy másik külföldi klánba, ahol engem felvettek, méghozzá azt mondták, hogy valami olyasmit mondtak, hogy nem csúnyán beszélünk, nem így félünk, blablabla, én nem tudtam nagyon angolul, nem is akartam. És én meglepően néztem azt, hogy what the fuck, hogy én milyen jó abba kerültem, és milyen jó klánba kerültem a Brawl Stars-ba, és ott teljesítettem a legjobb pályafutásomat. Az első legjobb karakterem Brawl Stars-ba volt a legjobb, amikor könnyeztem a videóba, emlékszetek, nem ezen a csatornámon volt, de ezen a csatornámon volt, itt majd a felsőben megnézhetitek. Itt volt az a videó, hogy sírtam, nem sírtam, hanem imádkoztam ahhoz, hogy végre nyissanak Sandyt, hogy olyan színű karaktert, olyan színű. És ugye talán olyan színű. Mondom, de le legyen legalább Legendary vagy Mystic, bármi. Csak rare. Azok meg voltak. És egy tarát nyitottam, és akkor kinyitottam tarát, felfigyeltek rám ugye a Biz klán, ami ugye a Magyarország legjobb klánja volt, ugye aki bevett engem. Nagyon-nagyon nem szerettek a klán, csak az szeretett, aki engem bevett, mert ugye hát pró voltam, csak ugye hát én olyanokat csináltam például, hogy nem foglalkoztam, és például volt Brawl, és ugye én ott nem passzoltam. Hogy passzoltam, valamikor ott voltak renkerültünk, de ez most egy másik téma. És ez nagyon rosszul esett, hogy nem szerettek engem, csak az, aki bevett, hogy egy pár ember például még szeretett, azért nem azt mondom, hogy nem szeretett. És ez olyan rosszul esett tényleg nekem, hogy mi az, hogy én engem nem szeretnek. Én sem szeretek egy-két embert abból a klánból, és már nem is abban a klánban vagyok, hanem Angliában, Kanadában, ugye ott a legerősebb klánban vagyok, a Brawl Stars-ban. Most már nem egyetlen, jó, hogy mondja egy másik, nem akarom elmondani, de akkor biztos leiratkoznátok rólam. Nézzük akkor, ugye, hogy én, wow, de jól néz ki, nézzétek meg. Így ahogy én a Brawl Stars-ban ugye nem is szerettek, de ugye az én akkomban mindig belépkedtek,
És volt egy olyan dróm is, ahol belépkedett egy gyerek vagy csávó, nem tudom. Az a krovos akkuntomba, tudjátok, ami nagyon-nagyon jó akkum volt, amiben nagyon sok pénzt vettem bele, nagyon sok mindent, és ez minden, elveszítettem az egészet, kusoljál már, de mindegy, és nekem ez egy maradt. És ez annyira rosszul esett, hogy egyszerűen nem tudtam felfogni, hogy mi a szar, hogy mi a pak. És ez nagyon rosszul esett nekem. Úgyhogy azt el szerettem volna nektek mondani, hogy nem az én adóztam azok, mert elveszítettem az akkomat. Egy azért is, kettő azért is, mert nincs más akkom, és ha sohasem prégbe utazok, akkor meg nem lenne semmi jó a videó, mert akkor én abban nem fizetek bele. Nézzük meg azokat, amiket a Free Fire. Én már régóta bajátok a Free Fire, több videóban is megtekintettétek, hogy én Free Fire-öztem. És több videóban láthattátok, hogy... Mindjárt kérem azt a csávót. Vagy nem növöm ki. Nem fogom. Ah, ő. Megöl. Mi az, hogy ő öl meg? És hogy öl? Milyen jó fegyvere van. Elmenekültem minden, ahogy kell. Kutyusommal együtt. És most gyorsan töltök HP-t. Hogy én a Free Fire-rel már sokszor játszottam, és én bekerültem a legjobb klánba, ami nagyon örültem neki. Úgyhogy nagyon-nagyon örültem, mert bocsánat, itt volt az öcsém, bejött ide a szobámba. What the fuck? Nem vett észre a csávó? Soha milyen szerintetek? Én szinte onnan. Ha nem onnan. A gyerek az honnan lő? Nem tudom. Na, ugye én a Free Fire-be bekerültem, és nagyon jó akba. És klánba, bocsánat, nem tudok beszélni. Nagyon jó klánba kerültem be. Ami nem köszönhetek, nem másnak, mint Zsolti Hunnak, aki nagyon sokat segítette abba, hogy én bekerülhessek ebbe a klánba. Ő mondta a klánnak, aki megcsinált, hogy a klánt, az ő mondta neki, hogy hagyjak be. Én megmondtam, hát rendben, akkor bejövök, nem akarok ott én üzengetni, meg ilyesmi. Bejövő gondoltam, nem a világ egyik lámából, hanem ott a csávó, azt nem vesz észre. Hova lövöl, basszus? Megfeltem, na mindegy, hagyjuk, nem láttam. És ugye azt is eláthattátok, hogy nem volt olyan profi Free Fire-ben is egyszer. És egyszer volt egy olyan videóm, kétszer volt videóm, amiben ugye Free Fire-öztem. Jó. Oké. Jó, köszönöm, 10-et kaptam. Oké, kösz. Oké. Úgyhogy én ezt nagyon meg szeretném köszönni, hogy nektek, hogy így engem támogattok. Nagyon szépen köszönöm, hogy nem, most még nem köszönök el, meg beszélni szeretném, most nem fogok játszani, csak úgy beszélek. Ugye én nekem vannak ezek a teóriák, hogy befejezem a videózást, vagy a lelki ismeretem. Így, hogy... Mi? Mi van? Mi van? Mi van? Ezt jól láttam? Level 12-es vagyok már, és level 13-ben menni sem tudom már. Most nem akartam kimenni, de most már mindegy, hagyjuk. Hát basszus, én tudtam, hogy valami nem kóser nekem. A Free Fire kupa! Amiről beszéltek!
Coming Soon, hogy a készítés alatt áll, és ott még a mor, ugye abban még nem lehet a Coming Soon, a mor is még készítik. Srácok, ez az! Ezért most ki kell bontani, hogy Lucky Boya, és ki bidókálsz ebből, de ebből értétek, egy ládát kinyithatunk. Hármat is. Ó, ezt már kinyitottam amúgy egyszer. Ezt is. Ezt is, hát az. És srácok, ugye még beszélgessünk. Ugye én nagyon jó videósnak kezdtem még a másik ugye csatornámon, de egyszerűen eltávolodtam attól a csatornát, és egyszerűen nem csináltam. Srácok, köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót. Most nagyon feldobta a kedvem, mert hogy végre én is bekerültek a Champion valami ilyesmi challenge-be, mint a Brawl Stars-ba, majd Dracóval fogok jönni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, én Szabi voltam, sziasztok srácok!